Ruhaneműt, élelmiszert, tanszereket és játékokat várnak a szervezők. A csomagokat január 14-e és 17-e között 10-től 14 óráig várják a Vifó Korvin Mátyás utca 9-es szám alatti irodájában és a Palicsi helyi közösség épületében. Bosnyák Natália a tavalyi élményekről mesél. Nagyon aranyosak, és nagyon örülnek neki. Kisebb műsorokkal próbálnak nekünk kedveskedni, és aztán én tavaly vettem részt először ebben a rendezvényben, és hát az jó volt látni, amikor megérkeztek az ajándékok, és lepakoltuk a fal alá, hogy így megrohamozták a gyerekek, és így belástek, meg belehuppantak, keresgéltek a játékok között, úgyhogy jó volt őket látni. A jótékonykodás itt még nem ér véget. Január 25-én megszervezik a Save the Kids elnevezésű humanitárius bulit a Szabadkai Madlen Klubban. A Save the Kids főszervezője azt mondja, a belépőkből tavaly mintegy 100 000 dinár gyűlt össze, amit szintén a Kolevkának adtak. A DJ-k a környékbeli legjobb DJ-k, mondhatnám azt, akik, mivel a jótékonysági buliról van szó, ingyen vesznek részt a buliban. Hát talán pár nevet felsorolhatnánk. Medmet, Defender, Mist, VB41, és így tovább, de 17 darab DJ fog fellépni az este folyamán. A belépő 200 dinár. Aki nem tud jelen lenni a bulin, elviheti az általa szánt összeget a Vifó irodájában lévő adománydobozba. Ebből a szervezők belépőt vesznek.